Először, amikor megütött, akkor egy SMS-en vitatkoztunk össze, amit a telefonjában találtam. Igazából magamat és az érzéseimet védtem. Szerintem nem fogta fel az egészet. Debra Monroe 3 éven keresztül tűrte a bántalmazást egy olyan férfitól, aki elvileg szerette. Minél gyakoribbak lettek a bántalmazások, annál több okot talált arra, hogy együtt maradjon vele. Sokszor azt hittem, hogy igaza van. Talán nem kellett volna ezt vagy azt mondanom. Debra egy kisvárosban nőtt fel, szülei nagyon szigorúak voltak, és a vasárnapi istentiszteleteken való részvétel nem volt vita tárgya. Abban kezdett el hinni, hogy ahhoz, hogy Isten és szülei jó indulatát kiérdemelje, be kell tartania a szabályokat. Gyermekkoromban tudtam, hogy szeretem Istent, és ő is szeret engem, de úgy voltam vele, hogy jobb, hogyha nem haragítom magamra, mert különben örökre elszakadhatok tőle. Középiskolában a keskenyös fényen járt, és kiváló tanuló volt. Amikor főiskolára ment, akkor talált egy gyülekezetet, és még egy missziós úton is részt vett. De mivel távol volt a szüleitől és a szabályoktól, létrehozta a saját szabályait. Egy pár főiskolai bulival kezdődött, azután belekóstoltam az éjszakai életbe. Az emberek néztek is, csodálkoztak rajtam, hogy szórakozó helyekre és gyülekezetbe is járok egyszerre. Azt mondtam, ez vagyok én. Ezután elkezdett járni valakivel, akibe beleszeretett. Nagyon vonzónak találtam kívülről. Úgy tűnt, hogy ő az az ember, akit bemutatnék a szüleinek, és azt mondanám, ő az új fiúm. De rá kellett jönnie, hogy a férfi a vonzalomnál többre vágyott. Uralkodni akart rajta. Mindig tudni akarta, hogy hova megyek és kivel vagyok. Megmondta, hogy kivel barátkozhatok és mit vehetek fel. Meg akart felelni, akár csak gyerekkorában. Egyszer viszont úgy döntött, ki akar állni igaza mellett. De ekkora visszaélések fizikálissá váltak. Először ököllel az arcomba ütött. Megdöbbentő volt először. De aztán úgy voltam vele, mit tehetnék? Most mit csináljak? Együtt maradtak, de mivel a férfi a vonalat átlépte, a bántalmazások eldurvultak. El akartam hinni, hogy meg tudom őt változtatni. Ha több szeretetet tudnék mutatni, akkor talán ez nem történik meg újra. De nem működött, ezért elszigetelődött a családjától, a barátoktól és a gyülekezettől. Nem akartam gyülekezetbe menni, mert ha valaki megkérdezte volna, hogy hogy vagyok, akkor sírva fakadtam volna. Aztán mindenki meglepetésére vásárolt a férfinak egy pisztolyt. Kérdezték tőlem, hogy minek veszel neki pisztolyt. Kellett neki. Közszolgálati rendőriskolába járt, és rendőr akart lenni. Szerettem volna örömöt szerezni neki. Ehelyett megfenyegette a fegyverrel. Úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna. Otthon voltunk, elővette a fegyvert és rám fogta. Azt mondta, tudod mit, nem fogok rád golyót pazarolni, megvárom, amíg rendőr leszek. Többször is ráfogta a fegyvert, de az utolsó alkalommal Debra biztos volt benne, hogy meghúzza a ravaszt. Láttam a temetésemet, nem volt senkim. Annyira távol voltam Istentől. Elérhetetlennek tűnt számomra. Imádkoztam, kértem, hogy változtassa meg a barátomat, aki még mindig csak ver engem. Csak arra vágytam, hogy szeressenek. Egy egyszerű életre vágytam. Nagyon magányos voltam. Próbáltam megfelelni az anyámnak, megfelelni a fiúmnak és a barátaimnak. Úgy tűnt, hogy mindenemet elveszítettem. Az eset után Debra azonnal rádöbbent, hogy végre döntenie kell. Ki kell jönnie ebből a kapcsolatból, és meg kell találnia Istent. Megbántam, hogy eltávolodtam tőle, és olyan kapcsolatban éltem, amelyben nem lett volna szabad. Emlékszem, egyik éjjel az ágyban feküdtem, és úgy éreztem, hogy Isten átölel. Csak sírtam az üresség miatt, amit már korábban is éreztem. Ami nem tűnt el azonnal, de éreztem, hogy folyamatosan megszűnik. Köddé válik. Tanácsadás, ima és a Biblia segítségével Debra helyreállt, és a családon belüli erőszak áldozatainak szószólójává vált. Férjhez ment, és van egy kisfia. Mára már ismeri Isten szeretetét. A házasság olyan egyszerű szó.
De fantasztikus az, hogy Isten hogyan tudott egy olyan roncsot szeretni, mint amilyen én voltam. Amikor mindezeken keresztül mentem, menekültem tőle, és hátat fordítottam neki. De ő mégis ott volt.